Ez az üdvrivalgás a Funny Fools Pécsi Gitár Együttes köszöntöttem. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek a zenekar tagjait. Basszusgitáros Vértes György. A dobos Kelemen László. 12 húros gitáron játszik a zenekar vezetője, Végvári Gábor. Na és hol van Antalfi Gábor, az akkordgitáros? Ja, bocsánatot kérek, őt behívták katonának egy nappal a fesztivál előtt. Úgyhogy nem tudom most mit fognak nélküle csinálni, ugyanis ő mindent tudott, de most sajnos a pikulálás, a cimbalmozás helyett egyszerű kis tüzér lett belőle. Engedjék meg, hogy elmeséljem a tegnapi sztorit. Pásztor szerepelt az együttes, és nagyon elkeseredtek, mert a nézőtéren csupa 40-50-60 év körüliek ültek, és fölt a fejük, a hajuk, hogy Úristen, mi lesz ebből, hát az ő műfajukat kizárólag a fiatalok szeretik, gondolták, hát biztos nem lesz siker. A legnagyobb meglepetésükre azonban tapsolt a közönség, sőt, az előadás végén oda ment egy 60 éves bajuszos bácsika, megköszönte a szereplésüket, és azt mondta, ha legközelebb eljönnek, fiaim, engem előre értesítsenek, a maguk tiszteletére 66 tyúkot vágok le. Szerintem a Beatleseknek nem volt még ilyen sikerünk. Megkérdeztem Végvári Gábortól, hogy mondja ott Pécset, nem okoz feltűnést, vagy nem szokatlan-e, hogy ilyen hosszú hajat hord. Azt mondja, á nem, hát ez már hozzátartozik, mint a minaret Pécs nevezetességeihez. Egyébként még egy kis intimitást a zenekar vezetőjéről. Megkérdeztem, de mondja meg nekem őszintén, úgy privát. Tényleg jó ez a hosszú haj, vagy szereti-e, vagy miért hordja, utánozza vele, talán a külföldiek. Azt mondja, hogy nem, én így tudok csak játszani. Ez nekem hozzá tartozik a zenéléshez. Azon kívül az az érdekes, hogy már egész picin korától kezdve folytonos üvöltés volt, amikor a fodrászhoz vitték, úgyhogy ez a divat neki nagyon jól jött. És most mit hall a kedves közönség? Csupa Végvári számot. Az első Várj egy percet, második Virágok utcája, és harmadik Elernyedés. Hát kellemes elernyedést!